köszöntöm a kedves nézőket, képen az Aegis Körmend együttese, amely 2-0-ás hátrányból vág neki ennek a mérkőzésnek. Gyorsan nézzük, hogy érkeztek a Tisza Ligetbe. 4-essel Jay Tornán, Víze 5-essel Sömenek, Martin 6-ossal Kocsis Tamás, 7-essel Grevener Péter, 8-essel Muhammed Elamin, 10-essel Kutasi Gergely, 11-essel Sonyák Béla, 12-es a csapat kapitánya Fodor Gergely, 13-essel Farkas Attila, 14-essel Török Roland és 15-essel Ferenc Csaba. A vendégek vezetőedzője Aaron Mitchell, edző Hencsei Tamás. Fehér mezben játszik majd a hazai együttes, a Szolnok Olaj, amelyik már, mint említettem, mind a két mérkőzést megnyerte ebben a párharcban, így tehát 2-0-ra áll, és a mai napon le is zárhatja ezt az összecsapást. Szóval az Olajban 4-essel Simon Balázs, 6-ossal Keller Ákos, 7-essel Obi Trotter, 9-essel Vojvoda Dávid, 10-essel Radjenko Pilcsovics, 11-essel Tóth Zoltán, 14-essel a csapat kapitánya Bánder Márton, 15-essel Ivosev Tamás, 20-assal Berkis Máté, 22-essel Justin Holiday, 24-essel Strahinja Milosevic, és a 44-es mezben Lórend Péter, hazai csapat vezetőedzője Dragan Aleksics, edző pedig Andriussi Jurkunas. Három játékvezető Pálla Zoltán, Bozsonyi László és Minár László, az ellenőr pedig Harkjáni Zsolt. No, és akkor már említettem, hogy mind a két mérkőzést a Szolnok együttes nyerte. Az elsőt, amit a Tisza Ligetben rendeztek, azt könnyedén 73-47 arányban húzta be a Tiszaparti piros-fekete együttes. A Körmenden rendezett találkozót pedig azért ennél sokkal nagyobb csatában sikerült megnyernie. A Szolnoknak 72-70-re győzött Dragan Aleksics együttese. Így tehát 2-0-ra vezet, és mint már az elején említettem, lezárhatja ezt a párharcot. A többi párosításban ezzel a meccsel egy időben a Kaposvár 2-0-ra vezet, a Kecskemét ellen összesítésbe a Paksi Atomerőmű szintén 2-0-ra vezet a Pécs ellenében, míg az egyetlen döntetlenre álló párharc a Sopron Alba-Fehérvár, amely 1-1-re áll. A vendégegyüttesben ezúttal nem játszik Zsarkó Rakocsevics, míg a hazai csapatban Rakics Mian maradt ki sérülés miatt. Vojvoda Dávid, Simon Balázs, Ivosev Tamás, Báder Márton és Strahinja Milosevic alkotja az Olaj kezdő ötösét. Milosevic az első mérkőzésen már ott volt a kispadon, de nem kapott szerepet. A körmendi találkozón viszont jól játszott, 9 pontot szerzett a szerb légiós, és mellette leszedett 9 lepattanót is, úgyhogy mindenképpen azt gondolom, hogy azon a mérkőzésen jól teljesített. És itt vannak a vendégek is, Víze, Alamin, Ferenc, Farkas, illetve Török. Közülük Víze az első mérkőzést hagyta ki, a második találkozón már játszott, akkor 14 pontot szerzett, de azon a mérkőzésen a körmendi csapat legeredményesebb, legponterősebb játékos a Török Roland volt, aki 17 pontot tett be a közösbe. A körmendiek még egy utolsó fogadalomtételre összeálltak, nyilván nekik az életben maradás a tét ezen a mérkőzésen. Már az esélyek egyáltalán nem mellettük szólnak. Báder és Farkas ugrik a labdáért. Farkas elütötte, de szerintem azt még felszálló ágba tette. Minden esetre nem fújják vissza a játékvezetők. A feldobást, az első támadás joga tehát a körmendé Víze. Farkas csak bemutatta a dobást, Ivosev mellett elmegy, leforog is. Farkas Attila megszerzi a mérkőzés első kosarát. Ivosev, Vojvoda, nagy meccse volt Körmenden, 21-15-tel zárt, az első mérkőzésen is 15-6-ot szólt Vojvoda Dávid. Milosevic, Elamint elugrasztja, érkezik Farkas a második hullámból bokkolni. Labdát nem ért, de kipattogott a gyűrűből Milosevic duplája. Elamin, Török, Ferenc a sarokból, ezúttal ez a rövid, Vízét pedig megfogja Simon Balázs, első idája. A vonali bedobás,
Elamin nem feltétlenül értette most meg magát vizével. 24 van, még 20 másodperce van a körmednek, Elaminettől függetlenül elvállal egy nehezet. Kihagyja, simon a robog, aztán megáll, mert ott volt Farkas vele szemben, aki mellett fölött azért nem próbálta meg simon, és hát természetesen idő van még bőven itt is. Vojvoda. Milosevic. Milosev kéri a sarokban, Milosev rámeli a triplát, és be is dobja. Milosev Tamás. Három kettő ezzel. Víze. Elamin mozog el. Víze inkább egyedül próbálja megoldani, egy kicsit belebonyolódott. Ez így lépés gyanús volt. Musik néma maradt, Ferencnek pedig el kellett dobni a távolról, nem jó. Simon kezéből Víze kiszedi a lepattanót, de Ivesev már határozottabb volt. Nem volt falt, viszont Bader visszateszi a lepattanót. Beller Márton 6 pontot dobott a körmendi mérkőzésen, viszont Lakin pedig 7-et. Víze. Farkas, egyszer Ivesev mellett már megcsinálta, másodjára nem tudja. Vojvoda. Simon. Melder és Török. Melder szépen csinálja, csak nem dobja be. Nem rossz csata egyébként ott a palánk alatt a Melder-Török összecsapás. Ivesev volt szabálytalan. Második csapat személyi, Ivesev Tamás első hibája. Az oldal van, arról pedig Víze hozhatja játékba a labdát. De csak azután, miután Farkas Attila betűrte a trikóját rövid nadrágjába. Most kapja Víze. Ferenc fut keresztbe, Vojvoda próbálta megakadályozni azt, hogy eljusson hozzá a labda, de egy blokkon fennakadt. Elamin nem osztotta ki, ez volt az így újabb falt, ismételten Ivesevre. Második. És jöhet a mérkőzés első, majd második büntetője is. Mehmet Elamin okhatja. Elamin eddig 27 pontot dobott a két mérkőzésen, ez volt a 28. Ő a körment egyik gólzsákja, és ennek rendje és módja szerint be is dobja mind a két büntetőt. 5-4, ezzel a mérkőzés állása, 3 perc telt el a találkozóval. Simon. Ivesev. Vojvoda rámeli a triplát. Lejön, Milosevic a lepattanó. Vojvoda kéri vissza, és szép megoldás volt. Vojvoda Dávid helyezte be. Simon adta a gólpasszt. Milosevic labdát szerez, labdát szerez. Simon visszateszi Milosevicnek, zicser. Strahina Milosevic is megöltözik a pontszerzők közé. 9-4. Víze. Ferenc. Török bent a festékben, megjátszhatatlan. Báder vigyáz rá. Simon lop labdát, szépen nyugva a fassába. Kinek osztja le Milosevicnek, így egy kicsit balogott a labda, de azért nem Farkas Attila szabálytalankodott Strahinja Milosevic-sel szemben. Es mérkőzés állásnál, akkor, amikor eltelt 4 perc a találkozóból, időt kér Aaron Mitchell, a vendégek vezető edzője, aki azt mondta a mérkőzés előtt, hogy mindenki játszani és küzdeni akar azért, hogy életben maradhassanak a párharcban.
Arra a kérdése pedig, hogy mi lehet a siker kulcs, azt mondta, hogy tiszta fejjel és felszabadultan kell játszani, hiszen csak ez az egy vezethet el odáig, hogy megszorítsák, esetleg le is győzzék a bajnoki cím legnagyobb várományosát hazai pályán. Egyébként Körment, a körmendi mérkőzés után mondta Mitchell, hogy adott 24 órát a játékosainak, hogy érzelmileg túltegyék magukat a vereségen. És az majd kiderül, hogy mennyire sikerült a mai mérkőzésen. Azt is hozzátettem, hogy sok zicsert hibáztak azon a találkozón, a körmendi találkozón, és ez bosszulta meg végül önmagát, és szenvedte 2 pontos vereséget. Közben lejárt az időkérésre használható 1 perc, folytatódik a mérkőzés. Simon Balázs állott a játékvezető mellett, és az alapvonalról fogja bedobni a labdát. Ez így a körmendi. Alapvonalról dobják be, Víze hozhatja. Farkas, ismételten Ivasevre fújják rá. Hát az Ivasev Tamásnak már a harmadik, remélni kell, jön is Lóránt Péter. Ivasevre könnyű szívvel fújták a faltokat az első 4 percben. Elamin. Farkas. Víze. 10 másodperc van a támadó időből. Víze próbál elindulni, Milosevic takarja be, Elamin. El kell dobnia lassan Elaminnak. Tripla lett volna, ha bemegy, nem ment be. Simon meglátja Milosevicet. Kockázatos volt a passz. Nem is lett jó. Elamin. Nem jó a leosztása. Ilyen a labda, Simoné. Lorent. Ferenc nem mert otthagyni Vojvodát. Próbált úgy helyezkedni, hogy se Lorent dobhasson, se Vojvodát nem tudja játékba hozni. Most pedig Simon Balázs dúzelgeti a labdát. Az gyönyörű volt. Most eljut Vojvodához a sarokból, Vojvoda pedig bedobja. A második 3 pontos a mérkőzésen, Vojvodától az első. 5 pontos ezzel a válogatott játékos, 12-4, Víze. Nem jó a tempó. Simon leosztja Vojvodának, megveri Farkast. Az egyszer kimarad, de azért, mert Farkas szabálytalankodott a Vojvodával szemben. És Farkasnak ez a második hibája. Közben cserél Alexic és Mitchell is. Grebenár váltja a Farkast. Milosevicet pedig Holiday. Vojvoda Dávid pedig már ott áll a büntetővonalon. Be is dobja az első büntetőt. Vojvoda Dávid továbbra is 100%-os annak büntetőzik. No, nem ezen a mérkőzésen, hanem az eddigi 2 párharcot figyelembe véve is. És a természetesen még ma is 7 pontos. Elamin. Volt egy pillanat, amikor eldobhatta volna. Nem tette meg. Víze. Víze a festékben, Váder mellett nem tudja föltenni, török. Az ő dobása lejön, Grebenár hiába nyújtózkodott. Már Vojvoda a labdával. 10 pontos szolnoki vezetésnél. Simon. Ott volt a leválás Bádertől, ott is marad Vízével. Kicsúszik a labda Báder kezéből, Grebenár pedig oda görgette Ferenchez. Elamin. Elamin szép egyéni teljesítménye után Lorent üt rá a kezére. Most dobhat majd Mohamed Elamin újra 2 büntetőt. 2-es csere a szolnok együttesben, a Simon Balázs helyett Trotter. Báder helyen pedig Keller Ákos. Most már a kezdő csapatból csak Vojvoda Dávid a pályán, a hazai oldalon.
vendégeknél eddig egy csere volt, Grebenár a parketten, közben Elamin kihagyja az első büntetőt. Második viszont már jó, 14-5, Elamin 3 pontnál. Trotter. Holiday. Trotter. 9 másodperc van a támadásból, Vojvoda. Szép játék, csak Keller nem tudja behúzni, ez pedig így Holidayről megy ki. Jó volt az elképzelés. De nem kísérte pont ezt a támadást. Mize. Ferenc kéri. Nem kapta a legjobb ütemben, pedig látszott rajta, hogy már el is képzelte, hogyan fogja rámenni a triplát. Vize, Elamin. Közelebb lép, ez így csak kettes, de nem megy be. Lorán. Keller megúszott. Nem kapja. Holiday. Lorán, Ferenc mellett. Holiday ott marad törökkel. Ábbal talán meglehette volna. Vojvoda. Trotter. Szembe a gyűrűvel. Kimarad. Keller azonban visszateszi Vojvodának. És Vojvoda Dávid nem dobja el, inkább újra kezdenek egy figurát. Trotter, megvan Kellertől a leválás, ott marad Elaminnal, Holiday egyedül megoldja. Justin Holidayt hírként választották a Euro Challenge sorozat legjobb ötösébe, és a túl teljesítmény nyújtott közébe került a Lóránt Péter is. Közben egy újabb személyi hiba. Mégpedig Justin Holidaynek. Vojvoda Dávid is kap egy kis pihenőt, helyén pedig Radjenko Pilcevic. A büntető vonalon pedig Grebenár Péter. Első pontja Grebenárnak. Második büntetőt kihagyja, elepattanó pedig Pilcevicnél, ez is szabálytalan víze, első hibája. Kettő perc van hátra az első negyedből, 16-6-os szolnoki vezetés. Keller Grebenárral kiosztja Pilcevic. Hát a túloldalra Keller, hát török megrángatta Keller Ákost. Ez még csak a negyedik csapat személyi dobás, tehát nincsen török, annak pedig most már egy személyi hibája. Lorant. Holiday. Kilépett Justin Holiday. Közben Fodor Gergely is pályára lépett a vendégeknél. Ferenc Csabát váltotta. Vize a labdával. Másfél perc van. Az első negyedből Vize Trotterrel érkezik Fodor. Bent török, ott marad Holiday-jel, próbálja is magára felhívni a figyelmet, Grebenár elengedi inkább a középtávolit, de Grebenár Péter dobása pontatlan volt. Trotter. Pilcevic szalad át a másik oldalra. Víze azonban fedezte, most kapja Pilcevic, most Víze lemaradt róla egy pillanatra. Holiday. Fodor mellett próbál. Fodor kapja a személyi hibát, és akkor ez már az ötödik csapat személyi körmendő oldalon dobás jöhet. Holiday a büntető vonalon, eddig 2 pontnál jár az amerikai légiós. Marad is ennyi nál.
Ez a harmadik pontja. Az eddigi legnagyobb különbség, 11 ponttal vezet a szolnoki együttes. Elamin. Vize. Elamin jó messziről, nagyon pontosan. 6 pontos ezzel Mehmed Elamin. Fél perc van vissza. Lorant. Holiday. Lorant elengedi körök mellett, és az Ikellerről megy ki. Cserél a körment, jön a Sonyák Béla. És Jay Tornan víze jön le. 20 másodperc van hátra, végig játszhatja tehát a körmendi együttes. Elamin. Talán egy egyéni akció lesz ebből. Elamin. Most már elindul, aztán inkább kiosztja. És talán erre nem is számított egy szolnoki játékos, Fodor Gergely triplája, majd szerepontos. 17-12-vel zár az első negyed. Fodor Gergely nagyon ott maradt a sarokba, ő pedig azért van elég rutinja abban, hogy hogyan kell értékesíteni ezeket a dobóhelyzeteket, és hát a keze is jó távolról. Na, nézzük az eddigi pontdobókat. Szolnoki oldalon Vojvoda Dávid 7-nél jár, Ivošev Tamás és Justin Holiday 3-3 pontnál, Báder és Milosevic pedig 2-2 pontot dobott eddig. A vendégcsapatban 4-en iratkoztak fel a pontszerző listára. Elamin 6 ponttal, Kutasi Gergely 3-mal, elnézést, Fodor Gergely 3-mal, Farkas Attila 2-vel, Grebenár Péter pedig 1-jel. 5 ponttal vezet a szolnok együttes, de az előnyük volt már nagyobb is, 11 ponttal is vezettek, 17-6 volt már a mérkőzés során, és akkor nézzük gyorsan az első negyed statisztikáját. A lepattanó csatában óriási különbség, 13-4-re vezet a szolnoki együttes ebben a mutatóban. A két pontosokat 44%-kal dobja a szolnok, 20%-kal a körment, 50%-kal céloz az olaj a 6-75-osan túlról, 29-el a vendég együttes. 4 büntetőt dobott a szolnok, ebből 3 ment be, ez 75%. A körmendiek pedig 6 alkalom állhattak a büntető vonalra, 4-szer voltak eredményesek, 67%-kal céloznak tehát. Az IBM pontok alapján eddig Vojvoda Dávid a legeredményesebb a maga 6 pontjával, a vendégeknél pedig Lamin 4 IBM pontot gyűjtve áll a vendégcsapat élén ebben a kategóriában legalábbis. Közben elkezdődött a második negyed, Pilcevic dobása nem jó, Kelleri a lepattanó. Lorant. Pilcevic. Beemeli a középtávolit, ez lejön. Három körmendi gyűrűjében pedig nem tudta Holiday megszerezni a támadó lepattanót. Pilcevic. Befújják a faltot, Sonyák ellen vétett Radjenko Pilcevic. A szolnoki irányítónak ez volt az első hibája. Elamin. Sonyák nem dobta rá, a passz pedig nem volt valami jó. Rotter megelőző szerelés hajtott végre Grebenáron. A körmendiek 11-ese pedig Sonyák Béla, szabálytalankodott első hibája Sonyáknak. Trotter. Kellertől kapja a zárás, Pilcevic, kettes ha bemegy, nem megy be Pilcevic dobása. Elamin. Lorant mellett nem tudott elmenni, török. Sonyák rámeli Trotter fölött, Sonyák Béla pedig bedobja,
ezzel 17-12. 2 ponttal vezet a Szolnok, a 11 pontos előny elolvad. Trotter ott hagyja Pilcevicsnek, 5 másodperc van a támadó időből, lassan dobni kell Trotter Grebenárral. Szép a leosztás, Lóránt, jó befejezés. Első kocsora volt Lórántnak. Elamin. Itt is volt egy sípszó. Holiday ellen. Neki a második személye volt. Tíz másodperc közben a körmendi támadó időn. Elamin rengeteget vállal, Elamin, de egyelőre elég pontatlan. Pilcevics, Keller, körök mellett megfordul, szépen csinálta Keller Ákos. Ő is feliratkozik a pontszerzők közé. Első duplája volt. Török. Lejön, és Török eddig még nem szerzett pontot. Pilcevics leosztja Holiday. Trotter, ő igazgatja csapattársait. Aztán egyedül indul el. Hasza bemegy, akkor jónak kell lennie, jó is. Grebenária kalt. Jön Farkas és Vize, Török, valamint Elamin helyett. Elamin az első negyedre 25%-kal dobott. Nem túl jó. Tényleg sokat vállalt. Trotter bónusz, büntetője pedig bent van. 24-15. Visszaáll a 10 pont környéki különbség. 3 perc telt el a második negyedből. Vize. Egyedül Farkas pöcizi be. Trotter, Vojvoda, visszakapja a labdát, Tobi Trotter, szépen indul el, Grebenár mellett fölteszi, Keller, hasonló volt, mint az előbb, Vize és Farkas között, most Trotter lecsorgó labdáját kellett Kellernek visszahúznia. Jön majd vissza a Strahinja Milosevic, a Szolnok együttesben, Vize, Grebenár, hátra dőlve, bemegy. Lorent nem gyakta el a truplát, Vojvoda. Trotter is csak bemutatja a dobást, Holiday, halt. Fodori. Második Fodor Gergelynek, most jön Milosevic, Lorent Péter helyére. Holiday 10 másodperc, Vojvoda, az neki zicser. Be is dobja Vojvoda Dávid. Az első játékos, aki elérte a két számjegyű pont összeget, 10 per 6-nál tart Vojvoda Dávid. 29-19, Keller lábbal ér hozzá. Milosevic bánkódott, hogy róla megy ki a labda, de még ha megfogja, sem lett volna az olai. A láb miatt közben Trotter és Keller le, Simon és Bader be. A vendégeknél Fodor Gergely is elhagyta a pályát, helyén Ferenc Csaba és Grebenár. Helyett pedig Török Roland. Vízzel nehezen talált csapattársat. Sonyák,
Rossz dobás, Holiday. Vojvoda robot, óriási lendülettel kiosztotta, még tovább Holiday, ő már el fogja dobni. Így dobja Justin Holiday. 32-19, 13 pont a különbség, ennyi még nem volt a mai mérkőzésen. Vize. Török elveszíti a labdát, Vojvoda, török szabálytalankodik. Elég nagy ütemkéséssel fújták be ezt a személyi hibát a játékvezetők. Török Roland második hibája. Jön vissza Alamin. Sonyák helyett. Simon. Holiday robog. Megkapja Holiday. Ezt is ráemeli. Kijön. Vize. Ha bemegy, jó, de nem megy be. Simon él személyéba. Jay Torna Vize pedig dobhat két büntetőt. Még nem dobott pontot az amerikai játékos. Talán eddig összesen volt egy rádobása. Na nézzük Vizét. A 32-20-ra alakítja az állást. A második behullik. 32-21. A 15. percben járunk. Egy győző szolnoki vezetés ez idáig. Simon. Holiday, fontos vált ki rá. Simon, hát az szerintem egyértelmű falt volt töröknél. Holiday el kell dobni. Bedobja, Justin Holiday. 8 pontos. Milosevic próbál labdát szerezni Vizétől. Amit mindenképpen elért, hogy lelassította. A körmendő akciót, Vize pedig kiadja az ittszert, Milosevic. Török nem figyelt rá, Milosevic elindul, Farkasé a személyi hiba. Milosevic dobhat két büntetőt. És Farkasnak is vigyáznia kell magára, mert ez volt a harmadik személyi hibája, közben pedig Aaron Mitchell időt kér. 34-21-es szolnoki vezetésnél 13 pont az előny. Az eddigi legnagyobb különbség. Volt egy olyan periódusa a mérkőzésnek, amikor 11 ponttól visszajött a körmend 2-re, utána ismételten megemberelte magát a szolnok együttes, és most 34-21-re vezet. Ebben a negyedben elsősorban Justin Holidayt és Vojvoda Dávidot lehet mindenképpen kiemelni, de igazából mindenki megteszi azt, amit tőle elvárnak a szurkolók, elvár Dragan Aleksic. A vendégek pedig hát mennek előre, próbálkoznak, de lehetséges, hogy azért ott legbelül ők már tudják, hogy igazából ez számukra a bajnokság utolsó mérkőzése. Tehát óriási meglepetés lenne, ha nem így történne. 3 perc és 53 másodperc van hátra az első fél időből. Az olaj már a parketten, a körmendiek pedig most szállingoznak vissza. Egy új arc a körmendi együttesben, Sömenek Martin személyében. Ő még nem lépett pályára a mai találkozón, de úgy összesen is 3 percet töltött parketten a két mérkőzésen. Az első szolnoki derbin nyitott játéklehetőség, ez is dobott egy pontot. Ezt Rahinja Milosevic, most pedig két büntetőt, az első hosszú. Milosevic két pont már. Ez a harmadik. Harmadik 5-21, Vize. Sömenek helyezkedett belül, majd húzódott ki.
csak úgy, mint Ferenc, török, Bányer mellett, leosztja Sönenek a sarokból, kimarad Milosevicé a lepattanó, és fordul is meg Strahinja Milosevic, majd várja be Simon Balázst. Milosevic Sömenek kiüti a kezéből, Bíze pedig egy zicserrel fejezheti be a támadást. Jaytorna Bíze, negyedik pontja, ezúttal pedig Dragan Aleksic kért időt, mivel nem amiatt, mert Milosevic elvesztette a labdát és kapott belőle egy könnyű kosarat az olaj. Van megbeszélni valója Dragan Aleksicnek játékosaival ezek szerint. Aleksic egyébként azt mondta, hogy a második mérkőzés egy tipikus playoff ütközet volt. Körment sokkal jobban játszott hazai környezetben, mint tette az előtte Szolnokon, de a végére a két csapat közötti minőségbeli különbség eldönhette a mérkőzést. Az itthoni meccsen pedig szeretnék befejezni a párharcot azért, hogy az elődöntő előtt minél több napjuk legyen a pihenésre. Közben lejárt a időkérés. Most egy kicsit a szolnokiak késnek a visszajövetellel. De most már parkette mind a két csapat. Legyenko Pilcsevics a pályán, Justin Holiday helyén. A körmendieknél nem történt változás. Pilcsevics. Jön Vojvoda. Páder kiharcol egy személyi hibát töröknek, ez volt a harmadik hibája. Hát ott a magas embereknél lesz probléma. Farkas és török is három személyivel. Szolnoki oldalon ezt József Tamás mutatja magáról. Mármint, hogy három személyivel áll közben, Pilcsevics lejön, Trotter a pályán. Török helyén pedig Revenár, hát muszáj cserélni. Mert már a második negyedben hárommal áll török, mint azt említettem. Báder pedig ott áll a büntető vonalon. Ez volt a harmadik pontja. Báder mind a két büntetőt a helyére küldi. Négy pontos lesz a szolnokiak csapatkapitánya. Az eredmény jelzőn pedig 37-23. Grebenár. Bíze. Sömenek. 5 másodperc a támadásból, el kell dobni a Bízének. Bedobja a Jaytorna Bíze. 7 pontos, addig mind a hetet a második 10 percben szerezte. Vojvoda, ő meg 10 pontnál jár. Újabb bejátszás Bádernek, Grebenár mellett ráfordul és bedob egy palánkos. Szerintem ebben is benne maradt egy személyi hiba. Vize kiosztja Elaminnak. Elamin bedobja. 9 pontos, 39-29, az utolsó 2 percen belül járunk. Trotter, Vojvoda, Bádert keres jobbi Trotter, aztán Báder inkább jön zárni, majd Trotter rámeli. Milosevic pedig küzd a labdáért, de végül róla ment ki. Ferenc lophatja be az oldalvonalról Vize. Elamén ugyaninnen dobta az előbb a triplát, most kihagyja Trotter. Eléggé csínbe adta, de megvolt Milosevicnek, ez csak 2-es hada megy. Víze a lepattanóval. Víze előszeretettel tör be a festékbe, de rendre kihagyja ezeket a dobásokat.
nehezét megcsinálja mindig, az úgymond könnyebb része pedig kimarad. Simon. Milosevic, Vojvoda kéri, tiszta dobó helyzet, Vojvoda, ezúttal nem jó a tripla, Milosevicé a lepattanó. Óriási tapsot kap Strahinja Milosevic, Vojvoda fut be, és a flóter 45-29. Ez pedig így az olajé. Vojvoda kosara után, 41-29, Vojvoda 12 pontos. Báder. Vojvoda. Milosevicet keresni, de Somerek mellett nem tudott levegyőzőtni. Simon viszont megoldja magának szép betörése után. 43-29. Simon Balázsnak az volt az első kosara. 12,9 tized másodperc van. Nem adták meg a kosarat? Nem adták meg a kosarat. Most őszintén megmondom, hogy nem tudom, miért nem. Ez sem jó. 4,2 tized másodperc marad. Gizel fog két büntető dobni. Simon Balázsé a személyi hiba, a harmadik. És akkor víz a két büntető, utána pedig 4 másodperc alatt kellene valahogy még esetlegesen kosarat dobni a szolnoknak. Víz a 8. pontja volt. Nagyon koncentrál Víza, és ez a 9. pontja. Na nézzük! 3 másodperc, 2 falt nincs, Simon eldobja, a gyűrűről lejön. Ez tehát a második negyed vége, 41-31-re vezet 20 percnyi játék után a Szolnoki együttes, amely mondhatjuk nyugodt, hogy meggyőzően játszik, és kézben tartja a mérkőzést, és a továbbjutás sorsát is. Kedves nézőink, egy nagyon pici szünet, és a rövid reklám után innen folytatjuk, maradjanak velünk!